Dolgozni fogsz? Vagy ebédszüneted van? Mit csinálsz? Elromlott a tablete. Szent Práda, kivel élek én? Ez nem tablet. Akkor mi? Ez egy tábla gyümölcs és zöldség vagdosásra. Okos vagy. Valakinek kell. Én tudnék. Nem, te nem tudnál. Valami nincs rendben. Úgy nézel ki, mintha nyilvános borsdóba kerültél volna. Nem, minden rendben van. Csak rád néztem. Jó reggelt, migrényáim. Akarom mondani, top modelljeim. Hello! Ó, rád ragadt valami. Mi? Valami undi. Bleh. Hol? Nem látom. Ott van! Pióca a szondában! Ó, oh, valami csúszóska. Te Froziáról beszélsz. Ő az új modellünk. Úgy érted kacsázni? Vagy csapkodni. Mi állatkertbe megyünk? Elfelejtetted, hogy mi volt legutóbb? Még mindig nem értem, hogyan győztek meg minket a majmok, hogy helyet cseréljünk. Szomorú. Szóval ismerjétek meg egymást, és dolgozunk. Te olyan üzletember vagy. Igen, úgy van. Lóg a körte, de nem eheted meg. Mi az? Rohadt körte. Olyan bátor vagy. Mi? Sosem tudtam szennyruhákat viselni. Ez a mi boltunkból van. Én vagyok a legmenőbb a faluban. Igen, mi ezt itt nem látjuk. Miért döntöttél úgy, hogy modell leszel és nem madárijesztő? Vagy bohóc. Hát én túl szép vagyok. Kinek? És minek? Ennek a világnak. Látom, te még nem láttál tükröt. Meg ecsetet és jó ízlést. Te ki vagy? Mizu csajok. Úgy néz ki, mint a hóember! Emiatt hagyta abba az öngondolkodást. Taliz apámmal! Biztos voltam benne, hogy ez modellügynökség, és nem horror szoba! Szóval, csajok, ma megtanítalak arra, hogy hogyan járjatok. Mert mi azt nem tudjuk. Még az iga is jár valahogy. Én tudok futni és ugrani is, megmutassam! Nem. Most megtanuljuk, hogy hogyan kell helyesen járni a kifutón. És hogy? Szépen és könnyedén, mint egy repülő pillangó. Ja, pont mint egy pillangó.
Értettétek? Igen! Gyerünk zenével! Ellopták az oroszok a tankot, benne volt a kombinált fogó. Jaj, nekem. Frozia, jusson eszedbe, hogyan járnak a kakasaink. Mell előre és gyerünk. Te ki vagy? Ő az apukám. Mit csinálsz itt? Segítek. Rossz válasz. Távozol. Ja, persze. Ez egy belső? Van valami kezelés álmatlanságra? Ez micsoda? Gyakorlata a ferde sétára. Esetleg az egyenes sétára. Arra is. Szerintem esélytelen. Ez tökéletes. De nem tudok megmozdulni. Tökéletes. Viszketsz? Már elnézést. Mik ezek a lépések? Nem látom, hogy a két ujjad beszorult volna egy foglalatba. Dolgozunk ezeken a pózokon. Inkább kínozzátok a szememet. És te ki vagy? Ki vagyok én? Én vagyok a Chicken Glow divat magazin főszerkesztője. Tényleg? A legnagyobb rajongod vagyok. Ez nem szerencsés. Drágám, az egyetlen segítség egy szatyor lenne a fejedre. Hol találom meg? Krumplit tartunk benne! Igen, már túl késő segíteni. Fúj, szürke egér. Túlöltözött papagáj. Kávét kellene adni az irodában. És meg kell nevettetni a gyerekeket. Hogyan lehet ízlés nélkül élni? Mondd el nekem. François, divattervező. Adriana Vasiliev, a Fashion magazin főszerkesztője. Ez egy részvény. Vegyél egy rosszat, és lesz majd kettő rosszabb. Ők a legjobb modellek is, ebben a szakemberek a legfontosabbak. Ezek meg micsodák? Cipő! Menő! Minek? Ó, én nem vagyok sokkolva. Le kell nyugodnom. Ó, azt hiszem jobban vagyok. Vidd őket a kifutóra, nem fogod megbánni. És mi van, ha már megbántam? Aki nem kockáztat, ne tegyük a kifutóra a természet hibáit. Tajok, szépek vagytok.
Na. Kifutó! Az öltözéketek nagyszerű! Tények. És a gyönyörű modelleknek viselnie kell őket. Egyezem. Hívj, ha találsz egyet. Figyelj csak! Engem kell választanod. A többiek már szerények. Na, gyerünk! Én már felléptem egy párizsi divatbemutatón. És Párizs tudja ezt? Csak én ragyogok ennyire. Ó, ragyogok, mint egy csillag! Édesem, ne keverd össze a sampont a WC kagyló tisztítóval. Ne hagyj békén. Mit akarsz azzal? Megvesztegetni! Hülyéskedsz? Vidd csak a lányomat, bíz bennem. Ő egy igazán előkelő lány. Mi a baj vele? Mosolyog. Ez veszélyes? Nem, csak menj közelebb. Kell egy díva a kifutóhoz. Egy igazi istennő! Ott áll előtted. A mögött... Mit mondtál? Az én nemes tehenem. Hát, azt hiszem, megtaláltam a címlapra kerülő modellt. Készüfejk, hogy gratulálj! Az én győzelmemmel nem gond. És a probléma forrása... Frozia. Hurrá! Mi? Miért ő? Ne nézz így rám! Nekem is ugyanezek a kérdéseim. Érett káposztám, végeztél a munkával? Majdnem. Répa levelem, már hiányolnak. Ne itt kérlek, falusi zöldség, olyan türelmetlen. Pipikém, ne legyél mérges. A szépségednek köszönhetően megint működik a traktor. Legalább még mindig én vagyok a falu ügynöke. Többet nem. Az ő ügynöke jóképű és bajuszos. Hello. Hiszed a szerelemben első látásra? Nem igazán. Én nem hittem benne, amíg meg nem láttalak. Mi? Megsérültél? Mi? Amikor lezuhantál az égből, igazi angyal voltál. Hé! Valaki felnyomta a hőmérsékletet? Nem hiszem. Ez azt jelenti, hogy te voltál az. Távozz, amilyen gyorsan csak tudsz! Hová mész, múzsám? Álmornyilai repkednek körülöttünk. Egy csúzlért, hogy lelőjem azt a gnómot a pelúszban. Valami baj van? Úgy nézel ki, mint aki bement a WC-be. Képzeld el! David Egan. Lehet, hogy ezt újra kell vakondot kell rajzolnunk. Nem hiszem, de az lehet, hogy... Ne nézd már így. Na, mit akartak közöttem?